A természetről, az élővilágról, az embert körülvevő környezetről és annak körforgásáról mesélnek a kóficoknak a Bábos Zöldre Környezeti Nevelési Egyesület tagjai egy pár állati jóbarát segítségével. Mimó Csipek, Breki Mityó és a többiek arra kívánják felhívni a gyerekek figyelmét, hogy mennyi minden múlik rajtuk, azon, hogy környezettudatosan élnek-e, és tudatosan fogyasztanak-e ők maguk és szüleik. Amikor mi elkezdtük ezt a munkát, akkor még elég nagy, eléggé meg kellett mutatni, hogy egyáltalában azt, hogy a műanyag hulladékot külön tegyük, meg a papírt is gyűjtsük külön. Ezt még mindenhol el kellett magyarázni. Most már azt tapasztaljuk, hogy Budapesten, illetve nagyobb városokban, de akár már ilyen megyeszékhelyeken is ezeket már nem kell elmagyarázni. Ezt már minden óvodás tudja, úgyhogy hál' Istennek az elmúlt 10 év alatt, nyilván nem csak a mi munkánk, hanem rengetegen dolgoznak ezen, ez most már átment a gyerekeknek, ezt már mindig, minden esetben tudják. Azt, hogy nem szemetelünk, most már azt is tudják. Azzal van még fontos dolgunk, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy talán a túlhasználat az, amire figyelni kell. Öko mesekuckó és nemes bábok mellett játékok és kézműves foglalkozás keretében a vízvédelme, a szemét szelektív gyűjtése és az újrahasznosítás került ez alkalommal a fókuszba. Milyen eszközök találhatok? Itt látom, hogy szinte minden újrahasznosított. Vannak óriás társas játékaink, mint például egy nagy tó, amiből horgászhatnak a gyerekek. Ennek minden része, tehát az anyagok, a botok, a madzok, minden újrahasznosított eszköz. Vannak olyan kukák, amiket fölmatricáztunk, és megmutatjuk, hogy a szelektálásnak mi az értelme, mi lesz a hulladékból, mi történik, miután szelektáljuk őket, tehát, hogy például a fém hulladékból újból autóalkatrész lesz, vagy a építőiparban használják föl, vagy például, hogy a papírból újra papír lesz, tehát ezt elmagyarázzuk nekik, illetve azt, hogy miért nem jó, hogyha a háztartási hulladékok nőnek, mert hogy akkor a szeméthegyek is nőnek. Mivel játszottál itt a foglalkozásom? Mindennel. És mi tetszett a legjobban? Minden. Mit tanultál, milyen információ volt új számodra? Hát, hogy ne szemeteljünk, meg a hulladékokat szedjük össze, meg ilyesmi, igen. Otthon szelektíven szoktál gyűjteni? Igen. Mit szoktál külön hova dobni? Műanyagot, papírt? Igen. Milyen fedelű kukákba dobod őket? Hát papírt azt a kékbe, és a műanyagot a sárgába, és a feketét meg a mindent. Mi tetszett itt a legjobban? Nekem még a horgász, meg a szemét, meg minden jó volt, nagyon jó volt minden. A szemlélet formálása a legfontosabb feladat. Sokszor a gyerekek előbb tanulják meg a környezettudatos magatartást, mint szüleik. Például, hogy kulacsot kérnek és visznek magukkal az iskolába, amibe akár csapvizet is töltenek, így kímélve a természetet a fölösleges műanyag hulladéktól. Sokuk számára az is természetes, hogy vásárolni saját zacskóval mennek le a boltba, és nem kérnek szatyrot. A felnőttekkel pedig én azt gondolom, hogy ott elindult egy olyan jelentős változás, tehát a fiatal szülőknek van egy olyan generációja, akik nagyon-nagyon ügyesen, tudatosan kezdtek el élni, és ennek megfelelően nevelik a gyerekeiket is. Hát nyilván az életben is van még mit fejlődnünk. Nekem a szemétszedés meg a horgászat tetszett nagyon. Hogy szoktad a szemetet szedni? Szoktál-e szemetelni? Nem szoktam szemetelni. És hogyha mondjuk más szemetelsz, akkor szoktál szólni? Igen, szólni szoktam. Mit szoktál mondani ilyenkor? Az, hogy szedje össze a szemetet maga után. A nagy csendes óceáni szemétszigetől először 1988-ban tett említést az amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal. Pontos korát nem tudják, de a benne még felismerhető tárgyak alapján azt gondolják, hogy az 50-es évek óta gyűlik a hulladék. Bizonyos kutatások szerint a sziget mérete évtizedenként megtízszereződik. Jelenleg 1,6 millió négyzetkilométerre becsülik. Nekem a Bábszínház tetszett úgy nagyon. Mi tetszett benne, a történet, vagy a szereplők? Hát, nekem nagyon tetszettek a szereplők, meg a történet is jó volt. És mit tanultál meg a vízről, annak a fontosságáról? Hát, hogy ne pazaroljuk, mert akkor ártunk a környezetnek.
Mennyire lehet a bábbal, a gyerekekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni? Hát szerintem a leges legjobb eszköz, vagy nem tudom, szerintem eddig még nem találtunk föl jobbat. Nekem amúgy is szívügyem, hiszen ezzel foglalkozom, és abszolút az a tapasztalatom, hogy csodálatosan értik, és őket egyáltalán nem zavarja most, hogyha bármilyen formában van, vagy én mögötte vagyok, például most ezeken a foglalkozásokon, vagy a Mimó és Csipek előadásban is olyan bábformát használunk, hogy abszolút látható a mozgató bábszínész. Szerintem lehet, hogy néha nekünk felnőtteknek nehezebb vonatkoztatni, a gyerekek csak a bábot látják. Volt olyan, hogy a végén odajöttek Csipekhez, és csak Csipeket ölelgették, és hozzá beszéltek, és én ott voltam abszolút tényleg mozgatóként, és csodálatos érzés volt, hogy teljesen le tudnak válni róla. A vízzel kapcsolatban milyen információk hangzottak el, mit kellett a gyerekeknek észrevétlenül elsajátítaniuk? Hát a vízvédelmét úgy általában, nyilván nagy vonalakban van most időnk ezzel foglalkozni, szerencsére úgy az alapfogalmak azért már ismertek, hogy ne szemeteljünk se vízben, sehol, de hogy a víz tisztasága miért fontos nekünk, élőlényeknek, növényeknek, állatoknak, embereknek, mi történik, ha mégis szennyezett a víz ezekkel az állatokkal, milyen módon tudjuk szennyezni olajjal, szemetekkel, hogyan lehet megtisztítani, hogyan tudunk figyelni rá, hogy ne pazaroljunk, vele mi emberek, hogyan ne használjuk fölöslegesen. Szóval elég sok mindent érintünk, és szerencsére elég sok ötletük van rá. És azt látom, hogy lelkesek, ami a legfontosabb. Tehát, hogy ők ajánlották föl egy probléma felvetésre, hogy beszennyeződik a mese során itt a víz, és ők ajánlották föl, hogy hát tisztítsuk meg, hát természetesen gyerünk, csináljuk. A játékos forma, az interaktivitás minden esetben felkelti a gyerekek érdeklődését, még akkor is, ha a téma nagyon komoly. Sivatagosodás és pusztító árvizek várnak ránk, írja tudományos bizonyítékokkal alátámasztva legfrissebb beszámolójában az éghajlatváltozási kormányközi testület. Csak is az emberen múlik, mekkora vesztesége vészeli át a küszöbön álló klímaválságot. Az, hogy ezek a kispesti kóficok a jövő víz- és erdőmérnökei, gazdasági és környezetvédelmi szakemberei, vagy éppen a természet kizsákmányolói lesznek, talán épp egy ilyen nyári napközis tábori foglalkozáson dől el.